különös helyzetben vagy Kocsár Miklósról való filmkészítés esetén, hiszen te kisgyerekkorod óta kell, hogy ismerd őt. Ez mennyiben hatott rád, mennyiben könnyítette, vagy esetleg nehezítette a munkádat? Természetesen, hogy van egy érzelmi kötelékem tanár úr felé és az egész család felé, ugye hát amiatt is, mert édesapám és tanár úr osztálytársak voltak, de hát ez nem sok mértékben befolyásolta a filmkészítést, hiszen ez egy más jellegű, hogy mondjam, belemélyedést igényel egy alany iránt, nevezetesen most így a tanár úr iránt. Úgyhogy persze, hogy segített, meg hát ismerem nagyjából a műveit, meg tanár urat, de ez más jellegű felkészülés és belemélyedés és foglalatosság egy emberrel, egy szerzővel, egy mesterrel kapcsolatban. Operát, talán ez az egyetlen műfaj, amit nem írtál. Miért nem írtál? Van ennek valami oka? Egyszerűen nem jött elém egy olyan forgatókönyv, ami érdemes volt, lett volna arra, hogy megcsináljam. Nagyon szerettem volna. Ifjúkoromban, értve azt, hogy főiskola elvégzése után, ezért is mentem a Madách Színházba, örültem ennek a lehetőségnek, hogy ott ezekkel a színészekkel együtt, hát akkor érte virágkorát a Madách Színház, és hát fantasztikus előadások voltak, és én is egy kicsit részese voltam ezeknek, zenét írtam sokat oda, úgyhogy hatott rám erősen, és megvolt bennem az ambíció. Aztán elkövettem azt a nagy hibát, miután találtam egy majdnem jó szövegkönyvet, szerintem jó lett volna. És megmutattam operaíró barátaimnak, akik persze abban a pillanatban lebeszéltek róla. Ez nem jó. Megkérdezhetem, hogy mi volt az? Megkérdezhetem, hogy mi volt az? Krúdi. Mindez nagyon kedvesen természetesen. De, megóvtak téged de attól. De hogy... olyan szavakkal, hogy az élettől elvett a kezdet, nem az operaírásnak. Szóval nem az történt, mint amit Meskó Ilona mondott, hogy egy készműbe te áthúztál valamit és beírtál helyette valamit, hanem még a nem készművet húzták át benned. Így igaz. Egy pillanatra a filmben elhangzott, igen, hogy az Ilona nagyon megsértődött ezért, mert én bele... Azt elfelejtettem mondani, hogy ő imádta a hangjait. De ha jól tudom, akkor Ilona most azon a katedrán ül, amelyiken te annak idején. Ha volna mikrofonja, megkérdezném tőle, hogy ő is áthúzogatja-e a növendékek imádott hangjait. Te magadban elkülönítesz két Kocsár Miklóst, azt, aki kezdetben voltál, és azt, aki később lettél, aminek aztán valamilyen szintézise a mai, vagy nem érzel ebben ilyen drámai különbséget? A drámai különbséget nem érzek, és az a nagyon furcsa, hogy én az a három gyönyörű pillanat után, hogy meghallottam a darabot, és elfogadtam magamnak, tehát nem kell tovább már foglalkozni vele, járja a maga útját, az a pillanattól kezdve elfelejtem a darabot. Úgy elfelejtem, hogyha véletlenül valami folytán megsemmisülnének a partitúrát, egy hangot nem tudnék leírni. Szóval se tudom, hogy milyen hangon kezdődik. De bárhol hallok, bármennyi egy taktust is, azonnal tudom, hogy ezt én írtam. És még a darabra is. Sokszor eszembe jut, hanem aznap, másnap. Hogy vagy ezzel, Eszter? Te, mint mondjuk közönség, bár hát te nem egy átlag példánya vagy a közönségnek tagja, mert hát azért mégiscsak az egész zeneközeli neveltetésed és a mai hivatásod szempontjából sem. De például te, ha meghallanál egy kocsárművet, amiről nem tudod, hogy kocsármű, akkor keletkezne benned gyanú, hogy ezt ő írta? De igen, azért egy elég tényleg sajátságos hangvétele van, hangzása van, főleg ugye most azért elég sok kórus művet hallhattunk, tehát azért az emberbe, tudatába, szívébe, érzelmeibe beleül ez a fajta mesterség, hangzás, stílus,
amit tanár úr képvisel. Igen, hát amit én például nagyon irigylek, hogy olyan fokon tudod a kórusoknak egyszerűvé tenni az énekelni valót. Jó, nem minden kórusod egyszerű, hát tudjuk, hogy vannak köztük igazán profiknak valók, de ami sokaknak nincs meg, van egy hangod arra, hogy hogyan tudj amatőr énekeseket minőségi munkára fogni. Ezt tanultad, magadtól birtokolod ezt a technikát, vagy ha mondjuk most a film után félrevonulnánk és kérnék tőled egy órát, akkor meg tudnád nekem tanítani? Mivel tanultad, amire én gondolok, hogy miből merítettem ezt a tudást, az a palesztréna. Ezt minden zeneszerzőnek kodály óvodából tanítják. Szerintem, ha megfogadod palesztréna tanácsát, akkor olyan kórusművet fogsz írni te is, amit mindenki elfogad és tud énekelni. Szépen szóló, értelmes szólamokat kell írni, harmóniáknak megfelelő rendje, dinamika, minden. Mindent előírt, kodifikált. Igen, ez persze én értem, hogy mire gondolsz, de azért egy kicsit emlékeztet engem arra, hogy, amit ugye Bachtól kérdeztek meg, hogy hogyan kell ilyen jól orgonálni, ahogy ő tud, és azt mondta, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő billentyűt kell lenyomni. Szóval te is ezt mondod lényegében, mert ilyen egyszerű a számodra. Hogy látod te a műveidnek a... Még azt is hozzá kell tennem, hogy azért én a szólamokat magamba elénekelem, szóval végignézem, hogy minden rendben van-e. Hogy látod a műveidnek, az életművednek a távoli jövőjét? Milyenek az elképzeléseid arról, hogy mi lesz egyáltalán a mai zenével 50-100 év múlva, és ebben te hol helyezed el azt, amit te magad csinálsz? Sajnos ezzel nem gondolok, nem gondolkozhatok, mert nem tudom még csak kitalálni se, hogy milyen lesz a jövő. Nekem ez a dolog a kényszerem, az a feladatom, hogy írjak üzenetet a jövőnek, kodifikálva hangokba. Aztán majd, ha megérti, akkor rendben van, ha nem érti meg, akkor azzal nem tehetek. Ez az egész japán kapcsolat, amire itt utalás volt a filmben, hogy ugye már 5 kocsár kórus versenyt tartottak Japánban, és hát köztudomású, hogy milyen szívesen éneklik ott a kórusaidat. Ezt egy különleges kapcsolatnak ítéled meg, vagy ez egy a sok közül, és Amerikában, vagy Angliában? Nem, ez egy nagyon különleges kapcsolat, mert az a szeretet, ami áradott mindenkiből, mondhatom, a vezetőktől kezdve az utolsó kórustagig, az teljesen megható és nagyon érzékenyen érint. Egyébként 6. is lett volna verseny, és ment volna, csak a cunami elmosta. Na de talán ez még lehet. Hát nem tudom. Melegítve a töltött káposzta jó. Hát azért én azt gondolom... Majd kitalálnak valami más. Igen. Beszélnél még valamit a közeli terveidről? Dolgozol most valamin? Soha nem szerettem beszélni a közeli tervekről, mert... Beszélj a távoliakról. Távoliakról még úgy se. Nem akarom erőltetni. Nem tudom abba hagyni, mert ez nem egy olyan mesterség, ami azt mondja az ember, hogy leteszem a ceruzát és vége. Másnap megint fölkelek, és már megint kell csinálni valamit meg kell nézni, valami
éjszaka álmomba eszembe jut, ilyen is volt már. Arra ébredtem fel, hogy valami nem stimmel. Egy ilyen bemutató után, és hajnalban fölkeltem, előszereztem a kottát, és tényleg. És emlékeztél a felkelés után arra, hogy mit álmodtál? Tehát az, ami az álmodban előjött, hogy ez nem úgy van, az arra emlékeztél? Pontosan nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy megnéztem, és igaz volt. Tehát nyilván, amikor énekelték, vagy játszották, akkor valahol rögzült bennem, hogy ott valami hiba van. Azok közé, a szerzők közé tartozol, akik napi rendszerességgel komponálnak, mint például Durkó volt olyan, hogy a igen, nap első felét feltett. Másképp nem lehet. Állandóan készenlétbe kell lenni, hogy jön az ihlet, akkor az ember fülön csípje. De ha nem, akkor elillan pillanatok alatt. És hogy? Számtalan olyan momentum van, amitől ez a ihlet még így is elillan. Ugye, mert nincsen ceruza, nincs radír, nincs tiszta papír, és mire az ember hozzájut ezekhez, mint ez már azt se tudja, hogy egyáltalán gondolt-e valamit. És hogy tudtad ezt a napi rendszerességet gyakorolni, amikor a rádióban dolgoztál? És legalább a fél napot ott bent töltötted? Az, hogy reggel 8-kor már ott ültem az angoránál, vagy íróasztalnál, és 11-ig, 12-ig, és aztán mentem be. Engem csak az zavart, hogy mindig akkor jutott eszembe a legjobb ötlet, mikor menni kellett volna. Úgyhogy sokszor elkéstem. De nem késtem el, mert nem volt kötött munkaidőm, de nem vették jó néven a tisztelt kollégák, hogy én egy mással is foglalkozom. Igen, hát ez előfordul. Hát kívánom akkor neked, hogy a most nem emlegetett közeli és távolabbi terveiden ugyanilyen rendszerességgel tudjál dolgozni, és hogy esetleg idővel egy következő portréfilm is készüljön. Én még emlékszem egy korábbira, amiben én voltam a kérdező, még a, nem tudom, 15-20 éve készült, azt hiszem a Várbíró Judit magyar televíziós portréfilm. Ezt csak azért említem, mert akkor most van egy újabb portréfilm, és akkor még egy következőt várunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Avassuk talán először is abba be a nézőket, hogy tegnap este mi már váltottunk röviden szót ma estéről, és említette, hogy mindenképp ide fog jönni, mert a Kocsár Miklósról szóló portréfilmet is szeretné megnézni. Nem kérdezem tovább, hogy én csak annyit, hogy miért, mert tudom a választ, de arra szeretném kérni, hogy ön mondja el. Köszönöm szépen. Én tulajdonképpen akartam ehhez csatlakozni, mert az a fiatal, bocsánat, egy kicsit meg vagyok fázva, az a fiatal generáció, Miklóssal azok mi voltunk, akik ott akkor elkezdtünk dolgozni. Karmester volt, rengeteget dirigált, ahogy itt mondta, zenét szerzett, rengeteget segített, dolgoztunk együtt. De a legelső fellépésem, ahol harmadéves főiskolásként a Jerma című darabot játszottuk, Psota Irén volt a Jerma, és én a hím szerepét játszottam. Volt egy gyönyörű jelmezem, és egy elképesztő, hatalmas bikafej. És a Vámos László rendezte az előadást. Vámos imádta a monumentális díszleteket. Ehhez a Jermához, ugye a spanyol hegyekbe játszódik, 3 napig rakták a melósok. Hatalmas, emlékszel? Hatalmas, sziklás, hegység, utak, rengeteg asszony, ugye ez a meddőségről szóló darab, és rengeteg asszony játszott benne, idősebb kolléganők is, és a hegyi út ment, és lent a talapzaton, itt valahol volt egy ilyen kis
barlangszerű kis valami. A zene, a zenét, ez külön örülök, hogy ember erről is szólt, Petrovics Emil szerezte. Ez a hím és a nőstény éneke és tánca volt. A zenekar beépítve a Kellérthegy alá, a karmester úr betéve abba a lukba, és akkor vagy lefele dirigált a zenekarnak, vagy fölfele dirigált nekünk, és a kis Manyi játszott egy szerepet, egy öregasszony szerepet, és akkor mi bejöttünk a hím és a nőstény a hatalmas bikafejbe. Karnagy úr dirigálta a Petrovics zenét, amihez be kellett lépni nekünk, de az nem olyan, hogy az ember megérzi, hogy hol lehet belépni, ahhoz kell pont a karmesternek az a botja, amivel fejbe vág, vagy legalábbis így. De hát a bikafejtől én nem csak nem hallottam magamat, hanem is láttam a karmestert. Úgyhogy össze-vissza ment az egész dolog, és a Manyika állt a portálban, és utána kivonultunk ketten, én leveszem a bikafejemet, és azt mondja erre a Manyika, így megnézett, kis harmadéves főiskolás voltam, azt mondja nekem, a bemutatón is ti lesztek? És akkor még egy pillanat, hogy volt egy pillanat, amit én láttam föntről, álltam fönn a hegytetőn, és vonultak az asszonyok, szegénykék ezen a hatalmas, és a Karnagy úr pedig hát nyomta a zenekart, és nyomta volna őket, de hát ez a kettő nem futott egy pályán, úgyhogy egyszer csak azt hallottam az egyik próbán, hogy a Karnagy úr kidugja a fejét a lukból, és azt mondja, hogy hol vagyunk már attól? Köszönjük szépen a belépőt, egy tapsot szerintem ez megérdemel már. Majd amikor a kedves közönség hazamegy, hazaviszi ennek a portré, mindkét portréfilmnek a mondatait, gondolatait magával, és úgy gondolom, hogy Huszti Péterről szóló portréfilmnek rengeteg olyan mondata volt, amely Hanvas Bélát idézve az életbeavatás jegyében hangzott el. Azok a pályatársak, tanárok, nagynevű művészek, akik erre az életbeavatásra önt rávezették, Várkonyi Zoltán, tulajdonképpen föl kéne sorolnunk a egykori Madách Színház egész társulatát, ezért nem említek onnét neveket, csak Ádám Ottóét. Az ő hiányukkal hogyan birkózik meg, hiszen ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog lehet, hogy valamiképpen jelen van az ön életében, nagyon sokszor felidézi, ábrázolja alakjukat. Mikor a gyerekkoromról a legutolsó könyvem azt kérték, és Huszti Gergő, és azt kérte tőlem, hogy arról olyan keveset tud, hogy arról mondjak valamit, és az a csoda történt, hogy olyan dolgokat tudtam meg, amikről nem tudtam, hogy én ezeket tudom. Hogy írtam, hogy gondolkoztam, hogy ültem, és akkor egyszer csak meghallottam 6-7 éves koromból a anyukámnak a mondatát, amire én nem tudtam, hogy én erre emlékszem. Megláttam apámat, ahogy megy el. És valahogy beszélgettem anyukámmal, azt pontosan tudom. És az Ildikó is, és akkor, amikor olvasták, azt mondták, hogy pontosan érzik ezt, hogy itt valami egész különleges csoda történt. Valahogy így vagyok, most éppen ennek a második kötetén dolgozom, küszködök, nyüglődöm, hogy igenis beszélgetek velük, és ők válaszolnak is valahogy. Az érdekes és a különleges, és ami biztos, hogy nincs így ma, hogy ugye azt mondja, hogy ezek sugaltak valamit, vagy tanítottak, vagy ez így történt az egyetemen, de a színházban az egy egész különleges dolog volt, azt hiszem ebben a Madách egy különleges színház is volt, hogy nem csak kaptunk, hanem adtunk is egymásnak. Adtunk mi nekik. Tudtunk adni
mi a Sirályban az Ildikóval, a Pécsi Sanyinak, vagy a Tolnai Klárinak tudtunk adni a Besenyei Ferinek, tehát ez egy nagyon kölcsönös és nagyon szoros dolog volt, de hát ennek az adománynak a révén én igenis velük vagyok, vagyis mi is velünk vagyunk, és beszélgetünk velük. Nagyon hiányzik, de amit lehetséges, mint tanár, és kihetetlen, hogy milyen igény van erre a diákokban, hogy amit lehet, azt én az emberi részéről, néha fontosabbnak tartom az emberit, mint a színházi részét a dolognak, azt megpróbálom átadni nekik. Mi a titka annak, hogy amikor olvassuk a könyveit, felidézzük magunkban, halljuk a hangját. Nem kell felidézni, halljuk, mert ugyanolyan közvetlenül és ugyanolyan szeretettel szólítja meg az olvasót, mint a színpadról, amikor ő ábrázol egy hőst. Mi a titka? Maga elé képzeli az olvasót, aki ezt szól? Színpadon az a legnehezebb, hogy ha az ember akár Hamletet játszik, akár Jágót, vagy nem tudom mi, hogy az úgy annyit jelentsen nekünk, akik lennülünk, hogy ez a pasas, ez közülünk való, ez olyan, mint mi vagyunk. Történetesen nem azt akarom mondani, hogy mi Jágók vagyunk, mi Hamletek vagyunk, notabene nagyon sok rossz tulajdonság van bennünk, amiket szerintem mi elnyomunk. Nagyon okosan, mert ez az emberi természet. De ez a fajta, hogyha ez így van, ennek nagyon örülök, és ez nagyon komoly célom nekem, hogy aki olvas, az úgy hallja, mintha beszélne valaki. Ez a legnehezebb része az én írás küszködésemnek, hogy papírok tömegét dobálom el, hogy meghalljam. Ez a meghallás, ennek viszont valószínűleg köze van a rendezői és a tanári munkámhoz, hogy meghallom a papírból is, hogy ez egy... Mert ugye azt pontosan tudjuk, hogy vannak papír ízű és papír hangú, akár versek is, és az ember érzi, hogy ez nem az. És akkor vannak olyan versek, tömege, hála Istennek, amikor az ember azt mondja, hogy Úristen, vagy William Shakespeare, hát ez honnan tudja? Hát ez honnan tud ez mindent? Honnan tud ez a szerelemről, a gyűlöletről, a féltékenységről, apaságról, fiúságról, hatalomról, királyságról? Hát igen, valószínűleg azért, mert ő, most őróla beszélünk, ugye a William mesterről, ugye ő a Petőfi Sándor szerint a teremtés fele. Mert az, a teremtés fele, ugye, aki néha olyan dolgokat tud rólunk, amit már nem is akarnánk magunkról megtudni. Hogy Úristen, tényleg ez is én vagyok. És akkor azt mondom, hogy igen, hát igen, hogyha ezt elő tudom hozni magamból, akkor ez valahol ott kell, hogy legyen. Hogyan készül föl egy olyan kihívásra, mint a mostani portréfilm volt, amikor nem író által megírt szerep, Pet kell ábrázolni, hanem önmagáról kérdezik. Ez talán a legnehezebb, nem? Na, igen, és most itt borzasztó boldog vagyok, hogy Sára Juliról beszélhetek, mert egy ilyen portréfilm általában, most először csak a hülye részét mondom a dolognak, hogy megszoktuk azt, hogy legalábbis én, és ezen otthon a családom, Ildikóval az élen, fetrengve röhögnek, mikor ilyen kis riportoknál kérdez valamit a riporter, és ők pontosan tudják, hogy én nem fogok arra egyáltalán válaszolni, amit ő kérdez, hanem elmondom, amit én el szeretnék mondani. Na most itt pedig jött egy tüneményes rendező hölgy, fölkészülten, mindent tudott, és ugye őt nem hallani a portréfilmen, ő a saját szövegét kivágta. De az a tény, ahogy kérdez egy érzékeny, tehetséges beszélgető társ, mert ez nem riport, ez ennél sokkal több, az egyszerűen megnyit olyan kapukat, hogy olyasmiket is elmondtam itt, most megint szembesültem ezzel, amiket én nem, általában nem merek elmondani, vagy nem akarok elmondani. Említettük Sára Júliát, riporteri, szerkesztői, rendezői munkáját. Nem tudott, nincsen sajnos velünk, de itt van a körünkben az édesapja, Sára Sándor, akit szeretettel köszöntünk ezúttal is. É,
És nem csak a Juli miatt. Nemrégiben adtuk át a nemzetművészeti díjakat 5 új művésznek. Ön az elsők között érdemelte ki ezt az elismerést. Megosztaná velünk, hogy mit jelent ön számára ennek az elismerésnek a méltósága, hogyan élte meg ezt akkor, amikor átvette itt a Művészeti Akadémián? Hát ez egy gyönyörű dolog, de azt tudom mondani, hogy mint minden ilyen díj, csak akkor igazi öröm, hogyha az ember érzi, hogy ennek mások is örülnek. Vagy mások úgy érzik, hogy ez jó helyre került. Annélkül nagyon furcsa érzés lenne, és ezt nagyon sokszor érzem és érezzük, hogy az emberek nagyon szeretnek, és tudnak mindent, és emlékeznek, és így ez együtt egy fantasztikus boldogság. Van-e olyan anekdóta, kedves történet, amit fölidézne a számunkra? Mégis kinek az életétből a Mensáros Laci, László, bocsánat, ő volt a főorvos, Piros Ildikó a főorvosasszony, és én voltam a beteg, a mozdulatlan beteg, ez az ágyhoz kötött. Volt egy jelenet, amikor a Mensáros nekem bead egy injekciót, és itt mindig balhé volt. Mensáros kellékekkel nem volt nagyon ügyes, azt nem lehet elmondani. És akkor még az a fajta volt, hogy elkötni, vattával megzélni, bele. És akkor itt mindig probléma volt, mert én feküdtem mozdulatlanul lekötve, csak az arcom játszott, és akkor ott volt az orvosi asztalka, és akkor a Mensáros főorvos úr átment oda, és fölvette az injekciós tűt, és közeledett, akkor látta, hogy ez most még nem ez jön, akkor azt visszavitte, akkor fölvette a gumit, meg a vattát, és akkor megvatta, de ez jó volt, akkor ugye megtörölgette, akkor ment az injekcióért, de ezt volt néha, hogy összecserélte, és az injekció után fertőtlenített. És akkor volt egy előadás, amikor hála Istennek túlestünk a faszírozáson, meg a nem tudom én, és akkor jött az injekciós tűvel, és parom ügyesen ugye felhívta, és akkor spriccelt, és én láttam az ágyból, hogy a injekciós tű így leesik, és beleáll a padlóba az injekciós tű. Na most, ezt nem kellett volna semmit se csinálni, hanem oda jön, mert messze ültek, oda jön, és bead nekem egy kvát, színházba vagyunk, nem? Tehát nem muszáj, de nem. Ő ezt észrevette. Én is észrevettem, ez volt a fő baj, mert elkezdett ömleni rólam a víz. És akkor lehajolt a tűjér, kihúzta a tűt, és elfordulva rányomta, és belém verte az injekciót. És akkor gondoltam, hogy az intenzív osztályon feküdtem, hogy ennyi. Ja, és orvosok voltak a nézőtéren, még ez volt egy kicsit nehezítette a helyzetet, de gondoltam, hogy ez egy elég hülye helyzet, egy részé, hogy ennyi orvos jelenlétében itt az intenzív osztályon fogok megdögleni. Aki... Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.